Egy Ching nevű fafaragó éppen befejezett egy harang öntéséhez készített mintát. Aki csak látta, elcsodálkozott, mert úgy tűnt, mintha szellemek készítették volna. Amikor Lu hercege is meglátta, megkérdezte. Micsoda zseni vagy te, hogy ilyet tudtál készíteni? A fafaragó így válaszolt. Uram, én csak egy egyszerű munkás vagyok, nem zseni, de van itt valami. Amikor egy ilyen harangöntő mintát készítek, 3 napig meditálok, hogy lenyugtassam a gondolataimat. Ha már 3 napig meditálok, akkor már nem gondolok többi jutalomra vagy fizetségre. Amikor már 5 napja meditálok, nem gondolok többi dicséretre vagy elmarasztalásra, ügyességre vagy ügyetlenségre. Amikor már 1 hete elmélkedem, hirtelen megfeledkezem a végtagjaimról, a testemről, sőt elfelejtkezem saját magamról. A tudatomból eltűnik az udvar és a környezetem. Csak a gyakorlatom marad meg. Ebben az állapotban megyek ki az erdőbe, hogy addig vizsgáljam a fákat, amíg olyat nem találok, amiben tökéletesen látom a harang formáját. Ekkor a kezem munkára lendül. Magamat félretéve a természet találkozik a természettel munkámban, ami általam alakul. Kétségkívül ez az oka annak, hogy mindenki azt mondja, a befejezett mű a szellemek munkája.